Az év agrárembere díj után kitaláltál egy másik nagyszerű dolgot, ez pedig a Magyarország legszebb birtoka verseny. 3 éve csináljuk az év agrárembere díjkiírást, és nagyon sok kollégát, termelőt, barátot megismertünk menet közben, és rájöttünk arra, hogy nem biztos, hogy csak mindig személyt kell díjazni, akinek társadalmi szerepvállalása van, hanem nézzük meg a birtokaikat, rendkívül szép birtokok vannak az ottani győzteseknek, vagy kategória győzteseknek, vagy jelölteknek, és ezek a szép birtokokat a társadalmi szerepvállalás szempontjából nem lehet őket díjazni, viszont gyönyörű birtokok, és akkor jött az ötlet, hogy mutassuk meg, milyen gyönyörű birtokok vannak, mi az, ami a mezőgazdaság magját adja, mi az, ami az egésznek a sava borsa, mi az, amit meg lehet mutatni egy külföldinek, mi az, amit egy delegációnak meg lehet mutatni, mi az, amiből valamilyen bemutató gazdaság lehet egyszer a hallgatóknak, termelőknek, vagy bármilyen csoportnak. És így jött az ötlet, hogy csináljuk meg a Magyarország legszebb birtoka díjkiírást, amiben aztán jelöltünk, 50 jelölt volt, a jelöltek közül a zsűri döntősöket választott, 18 döntős, ezeket lejártuk, véglátogattuk az összes birtokot, autóztunk több mint 50 ezer kilométert, Jakab elnök úr, aki a fővédnökünk, Jakab István, ő teljes lendülettel mellettünk van, minden birtoklátogatásra eljött, minden beszélgetést meg tudtunk vele ejteni, annak ellenére, hogy elég zsúfolt programja van, és azt láttuk, hogy ezeken a birtokbejárásokon aztán kellően kedvesen fogadtak minket, készítették a birtokukat, olyanok is, akiknek egyébként minden díjuk meg valamit el lehet képzelni az állattenyésztésben, a szántóföldi növénytermesztésben, akár a kertészetben. Ha mindent elértek, amit egy mezőgazdász elérhet, mégis úgy fogadtak minket, mintha valami első díjat kapnának, rendkívül megható volt ez a jelenet például. Említetted itt a megnyitó beszédedben, hogy óriási élmény volt neked ez a látogatás sorozat. Miért? Az a fogadtatás, amiben részesültünk a gazdáktól, az sok esetben megható volt. Hallottunk olyan emberi sorsokat, amiket ugye egyébként nem hall az ember, csak egy konferencián azt hallja az ember, hogy milyen árak vannak a tőzsdén, milyen technikával vagy technológiával vetünk, vagy aratunk, vagy növényvérünk, vagy tápanyag utánpótást végzünk. Itt meg emberi örömökkel sorsokat látunk. Látjuk azt, hogy az egyik kategória győztesünk 300 éve, 1700 valahány óta ugyanazon a birtokon él a családja. Azért az valami csoda, nem? 300 éve él ott egy család azon a birtokon. Olyan gyönyörű birtokokat látunk, akár kertészeti, állattenyésztő vagy szántóföldi birtok tekintetében, amit az ember semmilyen másik helyen, egy kiállításon nem lát ilyet, mert ők nem jönnek el, mert ő látogató egy kiállításon, egy konferencián maximum hallgatója a konferenciának, vagy előadója. Ezekkel a birtokokkal egyszerűen nem találkozik a magamfajta ember, most viszont volt módunk rá 18 helyen is. Az a küldetésünk, úgy érezzük, hogy a díjkiírás kapcsán a városi emberek, tehát a nem mezőgazdaságból vagy mezőgazdaságban élő emberek is lássák, hogy milyen csoda birtokok vannak Magyarországon, hogy nem kell ahhoz külföldre elmenni, hogy egy szép almás kertet lásson az ember, egy szép állattenyésztő birtokot, vagy egy szép üvegházat, vagy hajtatott kertészetet lásson, hanem ez megvan mind Magyarországon. Bármilyen európai színvonalnak megfelelnek ezek a birtokok, akárcsak akiket idén láttunk, és reméljük rengeteg ilyen van még, akiket a jövőben be fogunk járni.